Ingatlan forgalmi szakvélemény, ez a pécsi belvárosban a Koller utcában található ház egyik lakásáról készült. Ebben tulajdonrésze van az önkormányzatnak. Az új testület első ülésén a polgármester ennek az eladását javasolta előterjesztésében. Ezért közel 18,5 millió forint bevételt remélt a városvezető. A polgári oldal szerint inkább meg kell venni az ingatlant a többi tulajdonostól, hiszen üzleti szempontból ez érné meg. Végül az érvek hatottak, az eladásból vásárlás lett, ezt támogatta a képviselők döntő többsége. Ez ugye viccesen mondhatná, nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Mi most pont az osztogatás ellen, pontosabban a fosztogatás ellen próbáltuk rávenni, megvilágítani a várost eddig vezető képviselőtársaink figyelmét. Úgy néztük, sikerrel is, hiszen a végén az egész előterjesztés 18-ig ennel fogadtuk el. A képviselő azt mondja, nem szabad elkútyavetyélni egy ilyen piacilag értékes ingatlant. Ezt értették meg a bal oldalon is, aki képviselőtársak. Ha egy külső vevőnek megéri Pécs egyik legfrekventált helyén egy vélhetően alig 300 000-es négyzetméter áron megvásárolni egy ilyen belvárosi ingatlant, ami inkább azt mondanám, hogy nem, tehát látva a képeket, az anyagot, de ezt bárki megnézheti az internetről, nyilvános, nem mondanám, hogy jelentős felújításra szorulna, inkább csak modernizálásra. Nyilván ennek vannak költségei, de azt a hasznot, azt a profitot, amit a külső vevőnek is megéri, azt gondolom az önkormányzatnak is. A lakást társtulajdonosai el akarják adni a részüket, ezért adódott most ez a helyzet, és élni kell vele, mondja a képviselő. Mivel egy speciális joghelyzet állt elő, az elővásárlási jog, így a mi vételi ajánlatunk ügydöntő ezen a nyomott értéken, ami egy szerencsés csillagzat, meg tudja vásárolni, és most erről is döntött a közgyűlés okosan, szerintem, többi képviselőtársainkkal, tehát Pécs vagyona nem fogyott, hanem gyarapodott. Ez a felelős vagyongazdálkodás Berényi Zoltán szerint, hiszen a lakás a közgazdaságtudományi karral szemben a Rákóczi út mellett van, így kiadható irodának például. A vásárlást ellenző képviselők szerint az eladásból befolyt pénzt kellett volna más önkormányzati lakások felújítására fordítani. A vétel mellett érvelők szerint hosszú távon több mint 18 milliót hoz a megvásárolt lakás, amiből lehet fejleszteni. Egyébként egy 139 négyzetméteres lakásról van szó, amit most 38 millióért vehet meg a pécsi önkormányzat.